Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mibe pillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei. A választ itt a nap mutatja. A nap az jelenti a kisugárzást, a sikereket, azt is, hogy kiderül a valóság. A gyermekeknek itt szimbolikus jelentése van, és utal egy új kezdetre. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, ő nyitott arra, hogy kimutassa az érzelmeket, mert a kezében van ez az arany kehely, az jelenti a víz elemét, és az szimbolizálja az érzelmeket. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Itt a hetes szám a hold energiáját jelenti, azok az álmok és a remények. Azon kívül keres egy új utat, egy új lehetőséget, vagy egy kiutat, itt a lámpa, ez a fény, ugyanúgy, mint a nap kisugárzása, jelenti ezt a világosságot, kiderül valami. Amit viszont nem tud, de a kártya mutatja, hogy itt a háttérben van a kígyó, és a szimbolizál egy hölgyet, és figyeli őt. Ez a nő figyeli őt, és tudni akarja, hogy mit közöl veletek, milyen életutat kerestek ti együtt. Tehát nagyon kíváncsi, az is lehet, hogy rossz indulatú. A napi kártya, a csokis kártyacsomagból a gyermekekre utal, de az inner skin az, ami belső gyermeki érzésünket jelenti. Tehát a gyermekek játszanak itt egy szerepet, ahogy ezen a kártyán is látható, ez nem csak az új utat jelenti, hanem a gyermekkori emlékeket. És a napi kártya az a belső gyermeket, amit nekünk erősíteni kell. És hogyan? Ha mi magunknak mondjuk azt, igen, ezt jól csináltad, én olyan büszke vagyok rád. Ez erősíti a mi belsőnket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!